A kérelmezők elmondása szerint magyarság tudatuk megerősítésében fontos szerepet játszik a magyar állampolgárság megszerzése, az pedig nagy segítség számukra, hogy helyben is át tudják adni a kérelmet. Ez nagyon jó, hogy Zentán át lehetett adni, mert nem kellett utazni sehová, tehát helyben át tudtuk adni a papírjainkat, az egész család, és azért fontos, mert magyarnak érzem magam, és ez még jobban megbizonyosít abba, hogy mennyire magyarnak érezhetem magam bárhol a világon. Tehát nem csak itthon, hanem átmegyek Magyarországra, akkor ott is magyar vagyok. Mindenki másképp magyarázza, részben nosztalgia, de talán inkább az utódaim miatt, a gyerekek miatt, ha egyszer szükségük lesz rá, mégis lehet, hogy hasznukra válik. Idén harmadik alkalommal adhatták át a zentaiak állampolgársági kérelmüket a helyi CMH információs irodában. Minden alkalommal növekszik a kérelmezők száma. Nagyságrendileg nőtt az igénylők száma, több ügyintézővel jöttünk. 31 néhányan voltak januárban, februárban 60-an, most 120 körüli létszámmal csúcsra járatva számolunk, tehát egész nap foglalkozunk az ügyfelekkel. A konzul elmondása szerint az egyszerűsített honosítási eljárás megkezdése óta Szabadkán több mint 20 000 ember adta át kérelmét és tette le az esküt.